Na, sziasztok! Ma én főzök, vagyis főzök, sütök. Ma egy finom pizzás csigát fogok csinálni. Mutatja a Timi, mert most ő a kamerás. Ez lesz a szósz. Ez lesz a szósz. Ezek lesznek benne. Sajt, pizzakrém, sűrített paradicsom, ketchup, só, őrölt bors, oregano, bazsalikom, sonkadarab és kolbász. Ez lesz a szósz. Ugye itt az 1 deci tej. Húzzák a élesztőbe. Fölfutatjuk. Itt a liszt, tejfő, tojás, vaj. Na, akkor... Az üres tál. Mert becsinálom. Na, kimértem 450 g lisztet. Már egy fél kanál sót beleraktam, összekevertem. Szépen ide belerakom. Ebben megy bele egy kis dobozos tejfő. Ami ugye 140 g-os. Ezt is beletoljuk. Lehet érezni, hogy idegből sütsz most. Nem, csinálom, hát én nem tökölök. Egy tojás. Én nem tökölök, szerelem. Vaj, ez ilyen 80-90 gram vaj. Ez is belemegy. Kicsit felmelegítem a tejet, és berakom az élesztőt, felfuttatom, és akkor mindjárt jövök is. Megy már. Ja, miért már vagy kukán, bazd meg? Kicsit felmelegítettem a tejet langyosra. 20 dekagram élesztőt, ugye itt fogom elvágni, hogy látjátok. Hát 15-20 dekát belerakhattok. Ezt is szépen elvágom, ide rakom. Igen. Ide belerakom a tejbe. Igen. Egy kanál cukor. Szépen összekeverem. És megvárjuk, hogy felpusson. És akkor szépen összegyúrjuk a tésztának valót, és utána csinálom a szószt. Összekeverjük. Azt amúgy, mi újság veletek? Hogy telt a hétvégétek, stb. Mit főztetek? Ugye az izét azt nem raktam föl, ugye tegnap előtt csináltam sült kacsacombot. Mi ez? Dinszer, lila káposz, ez a petrezselmes ugye. TikTokon voltam élőbe, de az én oldalamon fenn van a főzési folyamat, meg a jó halózások. Nézzétek, jó halózások! Jó halózások, nézzétek! Ezt muszáj vagyok így megmutatni, jó halózások. Na, és akkor szépen felfuttatom. Így. El is takarom. Só már nem kell. Só. A cukor nem kell. És akkor mindjárt mutatom majd a... Szeretik, amikor egy kicsit így távolabb is jövök, látnak. Igen. Amikor egy kicsikét ilyen, hogy mindent látnak benne. Igen. Tehát nem csak azt szeretik, hogy... Nyugodtan mosogass, nem, tehát szereti. Iba, elmosogat. Rolanda, ne szívassál, jó? Mert csinálod a sok csetrest, akkor mosogassítsál, köszönöm. Én is úgy szoktam. Nem az, hogy belebaszom a csetrest, azt majd elmossa a Subi Roli. Mosogassál. Majd mindjárt, jó? Felfuttatom az élesztőt, összegyúrom, meg csak itt nőtt, és a végén elmosogatok. Én addig megmutatom a kutyuskáimat. Mutassam. Úgy is szeretitek, amikor így mutogatózok. Nézzétek, ott vannak a drágáim. Jó. Az egyik ott van. Azzalak a drágáim. Életem szerint. Nyom is őket tentikézni. Na, úgy alapból ezekkel tészta lesz. Ugye a pizzás csigának a tésztája. De csináljátok meg, mert én is úgy lestem le, méghozzá TikTokról. Nekem nagyon megtetszett, én nagyon sokfajta pizzás csigás videót megnéztem a YouTube-on. Én nekem ezt tetszett a legjobban, amit TikTokon tegnap láttam, és azt csinálom meg.
meg egy csomó jó kis kaját csinált a Csajszi úton, azokat is meg fogjuk. Ja, várjál, akkor már ez a YouTube videó, szóljon már egy picit arról is, hogy magamra fordítom a kamerát. Sziasztok, sziasztok! Itt vagyok, na. Sziasztok, sziasztok! Na, az van, hogy aki ezt a YouTube videót megnézi, legyen az ismerős bárki, az a lényeg, hogy itt Székesfehérváron keresek SOS-be olyan körmöst, akihez tudok járni. 26-ára kellene nekem időpont, mert az előző körmösöm már nem fogad, bizonyos dolgokból kifolyólag, mindegy, nem is ez a lényege, és nekem 26-ára kellene időpont. Olyan körmös keresek magamnak, aki precízen, szépen dolgozik, hosszú távon tud fogadni, és korrekt árban nyilvánvalóan. Ja, és porcellánnal is dolgozik, mert ez nekem azért fontos nagyon. És meg tud mindenféle körmöt csinálni. Amilyen porcellánnal is dolgozzon. Ja, porcellánnal is dolgozzon. Az a lényeg, hogy az igényeimet ki tudja elégíteni, ne az legyen, hogy én ilyet nem csinálok, olyat nem csinálok, meg olyan vastag körmögöket csinál, hogy megnézem, azt mondom, hogy úristenem, mert az anyag nincsen rajta normálisan lecsiszolva. Én úgy gondolom, hogy ez alap elfogy, ezeket elmondom. Pillást már hála Istennek találtam, egy régi jó pillásom, aki precízen dolgozik, nagyon szépen dolgozik, ő már ismeri az igényeimet, neki szinte már nem kell mondanom semmit, ő már alapjáraton tudja, hogy nekem mi az igényem, úgyhogy hála Istennek így pár év után visszatérek hozzá, szerintem maradok is nála, de most meg körmösöm nincsen, úgyhogy légy szíves, írjatok privát üzenetbe a Rolandnak, vagy ide, vagy az én oldalamhoz üzenetbe, az a lényeg, privátba, körmösök jelentkezését várom, vagy esetleg aki tud olyan körmös nekem ajánlani, az SOS-be keressen fel, mert 26-ára kellene nekem időpont. Úgyhogy így ennyi, jó? Köszönöm szépen, vissza is fordítom a kamerát. Nem csak, hogyha már így azért tudod, a YouTube-on többen nézik, meg többen látják. Na, nézzétek, kicsit felfutott már. Ja, és itt Székesfehérváron. Azt elfelejtettem mondani, hogy mindenképpen Székesfehérváron keresek magamnak körmöst. Azt mondtam, igen, hogy Székesfehérvár, jó? Na itt van, felfutott az élesztő. Szépen. Belerakjuk. Ez körülbelül egy ilyen fél órát kell keleszteni, és kaptok egy ilyen lágyabb tésztát. Ebben már ezért ne rakjatok már lisztet, ez ilyen lágyabb lesz az egész. És akkor szépen össze fogom most keverni. Így. Egy ilyen lágyabb tésztát kell, hogy kapjatok, mert ezt úgyis egy fél óráig kell futtatni. Vagy is futtatni. Kereszteni. Jó, igazából jövünk vissza, amikor összegyúrtam, mutatom, jó? És izéltem, gyúrtam, ide egy kicsi lisztet kiszórok, kiveszem a tálból. Meg szeretném kérdezni, egyes emberektől kommentbe lehet nyugodtan írni, hogy miért van az, hogy mostanában a Subi Roland nagyon ingerlékeny, agresszív, lehet ingerlékeny. Lehet hiányomra. Nem tudom miért. Flegma, ingerlékeny, mindenre felkapja a vizet. Na nézzétek, de most ez egy főző műsor. Lázad. Mert ki fogom törölni a videót. De ne töröld ki. Vállalt föl azt, hogy lázadó ember vagy. Hát de figyeld, kell valakinek lázadni. Te beszélsz? Szégyelled. Ne töröld ki, mert ki fogom írni, hogy a Roland kitörölte az igazságot. Ne keresetek neki körmöst. Na, így nyomjuk. Jó. Akkor ne keresztenek. Na nézzétek, az a lényeg... Okos vagy. Nézzétek, az a lényeg, hogy egy ilyen... Nekem a te égessé már, magad a te égessed. Én egy normális ember vagyok, aki kiáll mindig az igazáig. Egy ilyen lágy tésztát kell, hogy kapjatok. Szépen ide visszarakom. A csetres nem fogom mutatni, jó. Arra úgy. Letakarom. Így. Most megmosom a kezemet. És ha mutatom a szósznak az összerakását, ami majd meg lesz ugye kembe.
jó legyen most van a területnek. Tésztát darabott egy picit. Terciát gyorsan letörlöm, hogy a Timi mondanám, tercia. Ezt nem kell amúgy annyira izényítem. Meg lehet olyan gyorsan csinálni bármit. Nem kell úgy bonyolítani semmit. Nem szeretem, amikor túl van bonyolítva valami. De minél jobban túl bonyolítsa az ember, annál nem lesz jobb. Mert csak belekeveredik az ember mindenbe. Mindennek megvan egy gyorsan egy folyamata. Az hello kész. Nem kell itt tüzére. Majd itt tökül. Hol van? Mindjárt mutatja a Timi. Fogom a ketchupot. Fölbontom. Nem kell célozgatni, meg ugráltatni se. Jó? Szépen, ugráltat szépen belenyomom a ketchupot. Mutatom, mert a Roland belenyomom a, belenyomom a pizzakrémet. Azért mutassad, hogy mit nyomok bele, mert nem fogják tudni. Ott van, látják, hogy vakok. Pizzakrém. Belenyomom a pizzakrémet. Amúgy így kell fentről, és akkor látszódik minden. Belerakom a... Látják, csak mindig kicsit vidd lejjebb. És akkor így látják a tálba is, hogy mi van, meg látják, hogy mit is öntött bele. Rakok bele a sűrített paradicsomot is. Na most a jó. Menj bele a finom sűrített paradicsom. Így van. Félre rakom. Egy pici só. Körülbelül minden látszódik, nem aggódja. Egy ilyen csipetet. Megy bele fekete bors. Fekete bors. Oregano. Oregano. Én rakok egy kis bazsalikomot is bele. Nem sokat, egy ennyit. Amikor ez mind megvan, felszeletelem a sonkát, és én pluszba rakok még bele egy pici kolbászt is, mert ad egy finom ízt majd neki. Finom ízt adni fog neki majd. De miért mondod el többször? Finom az a sonka? Nem tudom. Egyet megkóstolhatok. Tessék. Mindjárt megkóstoljuk, milyen az a sonka, Jézus. Tudom. Szépen. Főkockázom. Ú, rendes, jó sós. Ehhez is láttam. Szépen, főkockázom. Beledobálom. Minden mutatok direkt. Itt az életem. Nyalja a száját. Ja, ha sem elvett. Ja, már vett, akkor. Ha persze. Megennéd ezt a nagy kolbászt itt, Tézi? Biztos. Ezt is főcsikoltuk. És fő kockázom. Lesz egy fél órás a videó. Pont azt nézem, 14 percnél járunk. Itt van benne. És én most csinálok egy olyant, hogy egy pár ilyen jó kis házi kolbász még rakok bele. Jó, azért ne használd bele az egészet. Jó, köszönöm. Ezt is szépen így fölmoncsingoljuk így. Jó kis finom. Ez is ad majd egy finom ízt a pizzás csigának. Jó, de azért nem olyan sokat rakjál bele, mennek nem az a lényege. Tudom. Azért csak ennyit vágtam. Amikor ez így megvan, akkor jöhet bele a finom sajt. Jöhet bele a
trappista sajt. Ez lesz ugye a szósz. És ugye majd a tetejére is rakunk majd. Benne van a sajt is. Igen, mondtam már neki, csináljunk ilyeneket is. És akkor nézzétek. Fahéjas csigúz, meg ilyen pizzás csiga. Nézzétek, így összekeverem az egészet. Ez lesz ugye az alapja. Milyen jó illata van. Igen, oda. Na, mindjárt meg is kóstolom, ha? Jaj. Köszönöm. Egészségedre. Ezt még belenyom, ha nem hagyom itt ezt a kicsi ízét, pizzaszószt. Mit kéne még berakni? Ja, nagyon pici kis borsa még rakok bele. Úristen. Hát ugye ízlés, ugye szereti a borst. És ez szépen össze van keverve. Meg kell a tészta, és akkor jövünk a kenéssel, gyúrással. Itt is vagyunk. Meg kellett a tésztánk, nézzük is meg. Szépen meg kellett. Ugye körülbelül egy ilyen fél óra, 40 perc kb. Akkor veszek elő lisztet. Ide a munkaasztalra szórok ki egy keveset. Tudjátok, ne tapadjon le. Ez csak ilyen finoman. Nem kell olyan sok, így, akkor szépen ezt, nézzétek, hogy milyen jó lágy, ugye ennek ilyennek kell, hogy legyen. Ebbe rakok ezt is vizet. Hideg vizet rakjál, mert az oldja le. De az a lényeg, én ezt már nem gyúrom semmi, ezt már csak nyújtom. Ide erre rakok meg egy kicsi vizet, hogy ne érjön le. Előveszünk a sodrófát, ezt is így belisztezem. Ne tapadjon rá, és akkor ezt már szépen lehet nyújtani. Nem kell már összegyúrni semmi. Igen. És akkor ezt így szépen kigyúrtátok. Direkt meghosszabbítom, hogy jó legyen. Akkor ez így megvan, akkor jöhet rá a finom szósz. Szépen elkenjük rajta, mindenhova jusson, nem sajnáljuk. Ja, mert sokszor a boltokba kisajnálják. Ki már sajnálva, ugye? Nem éreződik benne a pizza. Ebbe fog éreződni. Éreződni. Érződni. Érződni, így van. Nézzük, ha megérezte a pizzának az illatát. Próbálom egyenletesen elkenni, hogy azért ne legyen. Mindegyen, mert föltekered, felcsavarod igazából, ma utána lényegtelen.
az összes ott szépen így kikaparjuk, belerakom ide, szépen elkenjük. Én alig várom, hogy melegen toljam a hasamba. Én úgy szeretem melegen. Szinte még égeti a számat úgy. És amikor ez így megvan, akkor szépen elkezdem föltekerni. És nézzétek, milyen jó lágy tészta. Hát igen, ez egy ilyen pepecselős meló, de hát ez igényli... Hát igen, igényli a... Mit, a törődést? A törődést. Gondoltam, hogy ezt akarod mondani. Törődést. Más is igényli a törődést. Te is igényled a törődést. Hát... Reméljük, nem tapad le már. Raktam alá a lisztet. Itt végül is nem is ez a lényeg. Hanem, hogy ragadjon a bélyeg. Jó, és akkor jövünk vissza, amikor feltekerte. Na, össze is van tekerve, és most szépen 12 szeletet vágok belőle. Mert nagyjából kimértem. Próbálom közben formálni, hogy azért csiga formája legyen. Igen, mert ugye ez egy lágy puha tészta. Mindegy, ugye... az a lényeg, a hasba kerüljön, többé nem érdekel. Igen, itt lehet formálni. De mindig, én mindig azt szoktam mondani, hogy a végeredmény a lényeg. Jó, itt mutatom inkább a tepsit, mert ez így nagyon rossz, hogy mutatom azt is, ezt is. Most igazából a lényeg az, hogy ami a tepsibe kerül, gyerekek. Cucc az van benne, látom. Uh-huh. Bőségesen van. Az bőségesen van, cucc. Na és akkor végül is így végig fogja pakolgatni. De ne, hát mutassad szerintem, mert még izélom kell, sajtoznom kell, jó. Stb. Persze. Ezen bőségesen van cucc, gyerekek. Ez nem fog kiszáradni. Hát de ez szerintem így a finom. Nem úgy, ahogy a boltban csinálják, hogy épp hogy tesznek bele azt izé. Keresem benne, hogy hol van a kiszáradt pizzakrém. Mert bele van száradva semmi, csak tészta. És akkor igazából ezzel a tésztával a fahéjasat is meg lehet csinálni, ugye? Hát, fahéjas csiguszt. Mert azt meg imádom, gyerekek, a fahéjas csigáj, meghalok, annyira szeretem. Csak most úgy voltunk fel, hogy csinálunk egy pizzásat, de szerintem holnap összedobhatnánk egy fahéjasat. Hogy most legyenek ilyenek is. Jó, hát ez nem fog minden nap csigát enni. Ah, csak desszertként gondoltam. A fahéjas csigát. És most szépen így eligazítjuk. Megkenjük szépen, majd megmosom a kezemet.
kezemet. Ezt kicsit így rakom. És akkor szépen tojás sárgájával pedig átkenem. És utána megy rá. Szépen mindenhol megkenitek. Nem kell rá sajnálni a tojást. Ez meg mindenhol legyen. Én is kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Biztos jó lesz. És akkor meddig kell bent lennie? 180 fokon egy ilyen 25-30 perc. Úristen. Alsó felső sütése. Addig éhen halok. Nem baj, majd addig eszek egy csokit vagy valamit. Ez jó házi tojás, látszik. Igen. Sárga, mi? Ja. És akkor mindenhol szépen átkenitek. Jó, már ne dramatizáld már. És akkor jöhet rá a sajt. Trafista sajt jöhet rá. Azt figyeljétek. Jó, annyira nem kell szétsajtolni. De legyen rajta sajt. Milyen gusztán néz ki, mi? Igen. Már beleharapnék. Ez rá. És amikor ez így megvan, alsó-felső sütés, nézzétek! Alsó-felső sütés, 150-180 fok, és mehet is be a finom pizzás csiga. Fölnyitom azért, úgyhogy kész van, és akkor jövünk, amikor veszem ki, meg a tálalás, meg a kóstolás. Sziasztok! Na, kész is vagyunk. Alsó-felső sütése 180 fokon, csak annyi, hogy előmelegített, nem előmelegített sütőbe raktam, így azért volt ilyen 35 perc, de hogyha előmelegítitek 180 fokon, akkor ilyen 10-15 perc, és kész. Vigyázz, Dézike! Vigyázz! Menjetek innét! Ó, rendesen jobb, mint a bolti. Ó, fenomenál. Beleharaphatok most így tűzforró? Nézzétek meg. Na milyen? Nézzétek meg, milyen puha. Puha? Hát persze. Tűzforró? Hát most vettem ki. Ó, de finom. Ó, de jó. Vezek ki egy lapostányért, és akkor a Timi majd kóstolni tudja. Aha, majd hogyha nem ég szét a szájam belseje. Azt mondtad, hogy melegen leszed. Hát jó, de azért nem akarom, hogy felholyagosodjon a szájpadlásom. Meg a nyelvem, bocsika. Ez még tűzforró, gyerekeket. Ezt kirakjelve még kell várni, mert ezt hogy kóstolom? Hát ezt sehogy nem kóstolom. Hát a nagyobbikat, jó, ne ilyen laposakat adja. Nincsen semmi probléma. Probléma van. Ne haragudjatok már, ti mit tesztek? Tehát nem is értem, mik a két ilyen kórház gendő. Nem tudom, milyen sütőpapír, de nekem ez nem tetszik, hogy a sütőpapír. Ne foglalkozz vele, a lényeg, hogy szép. Jó, ne kaparjál! Ez nagyon meleg, gyerekek. Menj innen! Ez nagyon meleg. Nézzétek, mert így közelről mutasd nekik a...
Megpróbálom kiszedni, de nekem ez a sütőpapír, nekem ez nem izél. Ezt már múltkor is mondtam nektek, hogy ez a sütőpapír nekem nem tetszik. Hogy kell venni másnak? Te vetted ezt a sütőpapírt, nem én? Rátapad rendesen a kajára? Az pedig még plusz. Jó, ma jövünk vissza, gyerekek, mert most itt szenvedések lesznek. 3, 2, 1. Nem tudom, melyiket kezdenek. Hát a fősöt. Mutasd, milyen puha. De forró. Így tört ketté? Ketté tudod törni? Nagyon puha. Ebben van cuclé. Nem fogom célszaggatni. Ha megkóstoljuk mi. Való. Milo? Ez jobb, mint a bolti. Milo? Vagy az Daisy. Vagy Daisy, Milo, tök minden. Milo. Milo. Milo az eszi. Megfújom, hogy ne égjen föl a szájfadlásod. Mutasd közelre, hogy beleharapsz. Beleharapok. Jaj! Rendes jön a hurikán. Görög az ég. Na, úgyhogy készítsétek el ti is. Nagyon finom. Ugye mindenki olyan ízét rak bele, amit szeretne, pluszba. Milo. A töltelékbe. Milo. Milo. De, hogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, iratkozzatok fel Timinek a csatornájára, minél többen osszátok és csináljátok meg, mert jövünk nagyon sok étellel ismét. Úgyhogy sziasztok! Sziasztok!